A Vízvilág napja alkalmából több programot is szervezett a Banyádi Hölcsegi Múzeum. 1994 óta tartják nyilván ezt a napot nemzetközi szinten. Tavaly már hagyományteremtő szándékkal megrendezésre került egy környezetkutató vendégszereplésével, meg akkor is kézműves programokkal vártuk a kicsiket. Ugyanezt szerettük volna folytatni az idei évben is. Most még több osztály látogatott el hozzánk a közeli általános iskolába, és több kutató érkezik hozzánk szakmai előadással. Próbáltunk aktualitásokra koncentrálni. A legjobb az, hogy az idei évben, illetve az elmúlt nyáron azért elég szélsőségesen alakultak az időjárás körülményei, úgyhogy az első előadónk erről fog egy kicsi ízelítőt adni, hogy ők kutatóként hogyan látják az elmúlt nyarat. A második előadónk pedig helyi, úgy értve, hogy Bonyhád kötődik, de Szekszárdon élő környezetkutatónak neveztem meg, amit azt mondta, hogy ilyen még soha nem volt vizita katanára a Garai Gimnáziumban, Erblinger Ferenc, úgyhogy ő hát a fotósorozataival és a saját kutatásaival fog a foggazdálkodásról beszélni. Szeretnénk tovább folytatni ezeket a tudománynépszerűsítő előadásokat, és a természettudományos tematikát is követjük, nem csak a régészethez, a történetiséghez, vagy a néprajzhoz kapcsolódó rendezvényekre helyezzük a fókusz, hanem most egy kicsit a természettudományra is, úgy következik a Földnapja is majd április végén. A Vízvilágnapja alkalmából szervezett rendezvényen résztvevők választ kaphattak a következő kérdésre. Előfordulhat, hogy a 2022-es volt hátralévő életünk leghűvösebb nyara. Ezt a címet adta a PTF Földrajzi és Földtudományi Intézet egyetemi docense előadásának. Trendet nézzük, hogy hogyan változik, vagy hogyan emelkedik a hőmérséklet, akkor ez mindenképpen rossz hír, ugye főleg akik a meleget nem kedvelik, vagy nem nagyon bírják, ugye azoknak mindenképpen rossz hír, majd itt az előadásban szerepelni fog egy-két adat, és ugye ami még rosszabb hír, hogy ez a felmelegedési ütem, ugye az egyre gyorsuló, tehát lehetséges, hogy a cím, ugye ami az előadás cím az végül is igaz lesz hosszú távon sajnos. Konkrét mérésadatok azok egyszerűek, ugye azok csak hőmérsékletmérések, ami ugye itt szerepelne, nyilván ugye itt azért a dolog az sokkal komplexebb, tehát hogyha itt a Víz Világnapja kapcsán ugye a vízmérlegről beszélünk, ugye akkor nagy valószínűséggel ugye hát negatívabb vízmérleg lesz, ugye ami Magyarország szempontjából nem túl jó hír, mert így is ugye elég szárazak vagyunk, illetve ugye a szélsőséges események, tehát a túl sok víz, vagy a túl kevés víz, ugye tehát mondjuk az aszály ugye egyre gyakoribbá válhat. Tankönyveket nézzük, ugye akkor Magyarországnak az, ugye az átlag hőmérséklet az olyan 10-11 fok. Ugye ezt írják a földrajzkönyvekbe, hogyha megnézzük az utóbbi, ugye mondjuk 10 vagy 11 néhány évnek a hőmérsékleti értékét, mert az éves átlag hőmérsékleteket, akkor ugye ezek már jóval magasabbak, tehát ugye vannak már 13 fok fölötti értékek is. Rengeteg dolgot tehetünk, akár mi magunk is, hogy csökkentsük saját és közösségünk környezetterhelését. Például ebből kapcsoljuk a villanyt, nem megyünk többet autóval, illetve ezt a sok széndioxidot valahogy megpróbáljuk megkötni a légkörből, vagy pedig csökkentjük valahogyan a földre bejutó napsugárzást, tehát például tükröket telepítünk ki a világűrbe, és azok ugye visszaverik a napsugárzás egy részét. Egyáltalán nem veszük komolyan, tehát mindenki ugye csak a mának él, és az életemben úgysem fog ilyen történni. Felkiáltással az egészet félre söpörjük, és a gazdasági és kényelmi érdekeink azok sokkal fontosabb, mint a hosszabb távon való gondolkodás. Fontosak az olyan kezdeményezések, amelyeknek köszönhetően nagyobb hangsúlyt kapnak azok a problémák, amelyekről igyekszünk nem tudomást venni. Ezek a világnapok arra alkalmasak, hogy felhívják a figyelmet, hogy fölrázzák az embert. Főleg, hogyha olyan előadások, olyan filmeket tudunk megnézni, olyan diskurzusok vannak, amelyek tényleg olyan erővel bírnak, hogy hoppá, ledöbbentenek bennünket, hogy oké, elmegyünk mellette minden nap, most már belesimul abba a sok katasztrófába, amit hallunk, akár társadalmi vagy természeti szempontból, csak egy pillanatra megállunk, hogy jaj, tényleg, igaz, ez így van, erre figyelnünk kell. Az a helyzet, hogy a víz ugye az élet alapfeltétele nélkül nem tudunk létezni, ez a mai napig így van, és bizony nagyon vigyázni kell a vizekre, vizeinkre, úgy a mindennapi létfeltételünkhöz, mint ahogyan a gazdaságunk üzemeltetéséhez is kell a víz. Ennek vannak aktualitásai is, illetve folyamatosan vannak aktualitásai. Ráadásul, ha azt mondjuk, hogy környezet és természetvédelem, szinte mindenki azon asszociál magára a vízre is, nem hiába.
hiszen a vizeink védelme nagyon fontos. Úgy a lakosság szempontjából, mint ahogyan az ipar szempontjából is, ahogyan mondtam. Ráadásul ugye a vizeinkben olyan változás van, amely eléggé kedvezőtlen. Itt nem csak a szennyezésre gondolok, illetve konkrétan a szennyezésre gondolok, de itt nem csak a tavak, a folyóvizek, a csatornák, a mesterséges vizekre, hanem akár az óceánokra is gondolhatunk, hiszen az óceánok elszennyezése úgy hulladékkal, mint mikroműanyaggal, ugye ezek most a legfontosabbak és talán a leghangzatosabbak, bizony ráirányítja arra a figyelmet, hogy minden globális, ahogyan ez a környezetszennyezés és a vízvédelmének is globálisnak kell lennie ahhoz, hogy egyáltalán túléljünk.